Szerintem nem mondok azzal semmi újdonságot, hogy kalácsot bizony illik készíteni, legalábbis a húsvéti sonka mellé, úgyhogy vágjunk is bele. Nálam a kel tészta kicsit ilyen hanyag módon készül, viszont jól sikerül, ezt szokták mondani. Arra kell odafigyelni, hogy a só a legaljára kerüljön, és minden más egyébként csak egyszerűen beleteszek a vaj kivételével. Úgyhogy jöhet a liszt, kenyérliszttel vagy kell tésztával, és liszttel dolgozzunk. A kenyérliszt egyébként a legjobb. Jöhet a cukor, az élesztő, friss élesztő, a tej, lehet helyettesíteni egyébként vízzel is, vagy növényi tejjel, a tojás, és itt egyébként el lehet dönteni, mert ahogy a sonka mellé szolgáljuk fel, akkor tényleg jó bele a citromhéj, ha pedig csak úgy magában esszük, akkor a vaníliát. Igazából a sonkához is jó. A kalács az mindenhogyan jó, de én most vaníliát teszek bele. Utcu neki, hogy szóljon. Megvárjuk, még összeáll. És elkezdi felvenni ezt az elasztikus formát, akkor hozzáadjuk két részletben a vajat. Ugye ez nem briós, így a folyadék egy kicsikét több is benne, viszont a vaj mennyisége pedig jóval kevesebb. Ezáltal majd ugye könnyebben fogjuk tudni fonni. Jöhet a vaj. Most itt közben nézegetem a tésztámat, és ha úgy érezzük, hogy egy picikét kemény, mert ez elő szokott fordulni, hogy ugye egy tojást írok, de egy tojást használtam fel, de azért is van pontosan megadva a mennyiség, mert úgy néz ki, hogy az én tojásom tényleg 40 g volt, és pont az 5 g folyadék hiányzik hozzá, úgyhogy ilyenkor szó szerint egy evőkanálnyi vizet hozzá lehet adni, hogy jobb legyen a tészta. Ha nincs otthon ilyen gépünk, és bátrak vagyunk, és legyünk nyugodtan bátrak, akkor viszont egy krátert készítsünk a liszt közepére, és úgy tegyük bele az összes hozzávalót, és utána kézzel kell összedolgozni. Most én is egy kicsikét megmutattam, hogy hogyan dolgozom össze. Mindig a tenyeremnek ezzel a felével dolgozom, egy kicsikét előre húzom, majd visszarántom. És így még át tudjuk dolgozni a tésztát. És sportolunk. Na, még egy kicsikét. Négyetek meg, hogy kötöttebb a tészta, mert ugye kalácsot készítünk és formáznunk is kell. Kis bucivel formázzuk, és fél óráig letakarva pihentetjük, és utána viszont meg kell formáznunk. Ha tovább hagyjátok, akkor beindul annyira az élesztőnek a folyamata, hogy sokkal nehezebb lesz majd használni. Hagytuk egy fél órát kelni, kb. 10%-ot növekedett, és akkor én most nem a sima hármas vonást mutatom meg, mert fonni azért csak tudunk mindannyian, hanem akkor legyen az ötös, mert azt még annó csak az Instámon mutattam be. Szóval öt részre kell osztani, hogyha nagyon precízek akarunk lenni, akkor csináljátok úgy, hogy leméritek. Én most nem leszek ilyen. Így ebből még egy kicsit látom, meg így. Először mindig egy kicsikét így aláhajtjuk. Megcsippantjuk. Ez most már védjegyem lesz ez a szó, megcsippantjuk. Talán, hogy tudom, ki is tudom mondani. És elkezdjük sodorni. Én úgy szoktam elkészíteni, hogy a végét azt hosszabbra veszem, és vékonyabbra. És majd középen egy kis szép buci lesz. Nyugodtan dolgozzuk át a tésztát, hogyha úgy érezzük. De ha látjuk, hogy van egy kicsi rés, akkor nyugodtan, mit mondunk, csippantjuk, összecsippantjuk, és akkor utána megint rádolgozunk. Ugye a keltésztával nem kell hímes tojásként bánni, mert ruganyos, ki lehet egy kicsikét húzni, lehet sodorni, újból össze lehet nyomni, nem lesz semmi baja. Itt is, hogyha összeugrik, akkor egyszerűen csak ráhúzok, hogy ugyanolyan hosszú legyen, mint a többi. És ha nem dolgoztok vele gyorsan, akkor viszont, amit nem használtok tésztát, azt tessék mindig letakarni, ne száradjon ki, mert sokkal nehezebb vele akkor dolgozni. Szóval mindig belülről kifele sodorjuk. És nem kell kilisztezni, látjátok a deszkát, nem kell nehezíteni még jobban a tésztát, gyönyörűen fog rajta így pörögni. És akkor egyik oldalra veszünk belőle hármat, így néha mindig más színű lenne, sokkal könnyebb lenne elmagyarázni.
De a helyzet a következő, az ötös vonásnál, hogyha jobbra van nekünk a három, tényleg megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy mindenkinek érthető legyen, ahol van a három, mindig kintről befele haradunk, tehát itt van nekem ez a középpont, ugye kettő van erre, három van erre, és mindig a külsőt viszem be, mindig a legszélsőt, ugye itt van a három most, akkor áthúzom, most itt van három, behúzom, és minél szorosabbra, annál jobb. És az alját én mindig így behajtom, így mi. Most a másik oldalt is, azért rendbe hozom, mert meg bekavarodtam, visszafordítom, nem jó, úgy nem tudom, így tudom csak. De most itt ilyenkor fordítva kell csinálnom mindent. Jó, ilyenkor még össze lehet itt simán húzni. Tig, 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 tig! Hello, kalács! Zsírpapírra teszem, és már így keresztés alatt lekenem tojás sárgájával, és ezután most másfőrán keresztül legalább hagyjuk pihenni. Nőjön meg, legyen szép nagy, és majd sütés előtt ismételten meg fogjuk kenni. Elmegy pihenni. Na, egy pötit megkelt ez a kalács. Na, az a helyzet, hogy egy picit túlkelt, mert itt még sül a répatorta, a csoki szalámit már éppen befotóztuk, de ez annyiba fog egy picit megváltoztatni, mert nagyon túlkel, akkor tényleg nem olyan finom az íze, hogy majd itt a rétegeknél egy nagyon picikét meg fog szakadni. Hát viszont most hab, nézzétek meg milyen puha. Valamit valamiért. Látjátok, hogy abban a piciből mire képes az élesztő? 170 fok, előmelegített sütő, és körülbelül egy olyan 30-35 perc. Hát olyan illatok vannak itt, ez mit? Nem, figyeljetek, a kertészt, a illatot nem lehet überelni, ez az igazság. Na, óvatosan megfogom, és ezt ne csináltak utánam, kicsit várjatok, és átteszem a rácsra, méghozzá azért, hogy csúnya szóval élve, beszélni se tudok, szokásos, hogy ne izzadjon alá, és ne puhuljon be a tészta. Ugye mondtam, hogy itt a forgatás alatt, mert mindent csinálunk, egy picikét túlkelt, ezt onnan lehet észrevenni, hogy itt a fonatoknál lesz egy ilyen kis hálózat. Viszont az igazság, hogy ízében nem nagyon fog rajta változtatni, és így is nagyon finom lesz, azt megígérhetem. Fel is vágjam? Jó, akkor vissza! Halljátok ezt a hangot? Na, ez a jó kalács titka, hogy kívül ropogós, belül pedig azt a mindenit, de forró vagy. Ezt se csináljátok utánom, várjátok meg, még kihűl. És voilà, itt van a gőzölgő, friss, ropogós kalács. Házi sonkával és főtt tojással tálalva az nincsen. Minden más van.